Nemrég még így nézett ki a nyírcsahogyi takarékszövetkezet épülete, ezt most rekordgyorsasággal mindössze pár nap alatt újították fel. A Máté Szalkai régió legújabb fiókjával együtt a pénzintézetnek már 34 hasonló üzemmel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Itt ezentúl egy bankautomata is működik a településen. Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, ami most megtörtént Nyírcsaholyban. Korábban beszéltem vezérigazgatóúrral, és igen, elképedtem, hogy egyik napról a másikra megtörtént ennek az épületnek a felújítása. Nagyon örülünk neki, Nyírcsaholyban főként az ATM-nek is. A beruházás összege közel 20 millió forint volt. A fiókban hárman dolgoznak, egy kirendeltségvezető, egy ügyféltanácsadó, valamint egy pénztáros. Teljes külső és belső megújításon esett át, infrastruktúrát teljes mértékben kicseréltük, más színvonalú bankbiztonság fog érvényesülni, és a legnagyobb öröm, hogy egy új ATM-et is üzembe helyeztünk. Ebben a községben ezelőtt még nem működött ilyen. A nyírcsaholyiak itt ugyanazokat a pénzügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe, mint a városokban vagy a megyeszékhelyen. Így a bankoláson túl többek között befektetési ügyekben és biztosításkötésben is segítenek.